A Drogkutató Intézet drognapló sorozatában olyan személyekkel beszélgetünk, akik valamilyen módon érintettek a szerhasználattal kapcsolatban. Én Szabó Jennifer vagyok, pszichológus, és a mai napon Bajcsi Norberttel beszélgetünk. Ő felépülő függő, tapasztalati szakértő és prevenciós segítő. Köszönjük, hogy ma itt vagy velünk, Norbi. Sziasztok! Te hogyan vagy érintett a szerhasználattal kapcsolatban? Nagyon rossz gyerekkorom volt, mondhatom. A szüleim azok szenvedélybetegek, alkoholisták voltak, tehát így már egy gyerekkori legelső emlékek között is mindig ott volt az alkohol. A szüleim nagyon sokat vitáztak otthon, tehát odáig fajultak a veszekedések, ami már átment verekedésbe, tehát hogy nagyon sokszor jöttek ki hozzánk rendőrök, sokszor mentők, menekülni kellett otthonról az édesanyámmal, szomszédokhoz, nagymamához. Ez nagyon sokszor előfordult, és ez így nagyon rányomta így a gyerekkoromra úgymond a bélyegét. Amit én értetlen voltam, mert hogy láttam, hogy amit csinálnak, az igazából nem jó. Hogy isznak, jókedvük van, és akkor utána agresszió, veszekedés, kiabálás, menekülés, és utána kibékülés. És hogy ez így mindig folytatódott. Azért nagyon zárkózott gyerek voltam, szegénységben nőttem fel, és éreztem ezt a kiközösítést mind a zárkózottságom miatt, mind a szüleim miatt. És akkor változott egy kicsit az egész, amikor elváltak a szüleim, az édesanyámmal maradtam. Hány éves voltál? Akkor 12. És azt gondoltam, hogy akkor kezdődik inkább így nekem a boldog gyerekkor, de nagyon hamar, egy-két hónap múlva lett egy nevelőapám. Az édesanyám a mai napig együtt van vele, ő egy börtönviselt ember, szintén alkoholista, ő mellette gyógyszerfüggés, és mellette az édesanyám is elkezdett már gyógyszerezni az itallal együtt. És tehát onnantól még jobban megborultam, mert ugyanaz folytatódott, ami előtte volt. Tehát a veszekedés, verekedés, tehát hogy nagyon sokszor volt, hogy például én láttam, amikor a nevelőapám eltöri az édesanyám kezét, vagy orrát, és az értetlenségem meg még jobban erősen jelen volt, mert most már azt láttam, hogy egy vadidegentől jönnek az agresszió, és tehát sokkal rosszabb ember volt, mint az édesapám, és onnantól kezdve így már az én iskolai mind a magatartásom, mind a tanulmányom is megromlott, így felső tagozatba, mert már így nem hagytam magamat én se piszkálni, és ezáltal így rájöttem az iskolába, hogy hát nekem ez volt az volt a sündisznóállásom, hogy én voltam onnantól kezdve az, aki másokat piszkál, így elrejtettem az én belső félelmeimet, a lelki fájdalmaimat. Tehát így elkezdődött egy ilyen csavargás, a nyolcadikat még így elvégeztem, de ott már tényleg ilyen kettes átlaggal szinte. Éppen felvettek még egy szakmunkás képzőbe, és ott viszont már tényleg ilyen lejtmenet volt velem is, ott hagytam a sportot, tényleg már csak így a csavargás tette ki az életemet, és fél évkor eltanácsoltak a szakmunkásból. Így elég hamar belecsöppentem egy ilyen bandába, úgymond, idősebb srácok közé, és az első fogyasztásom az így velük volt, amikor így, hát ilyen klasszikus fűfogyasztás megkínáltak, igazából így a kíváncsiság az hajtott, volt bennem egy pici félelem, hogy vajon jó ez nekem, vagy mi lesz, de jobban hajtott az, hogy közéjük szeretnék tartozni, tehát egy ilyen hovatartozás érzés, hogy egy ilyen kapuc megnyitott előttem így a drogok felé, hogy már nem volt félelemérzet, és akkor hát amik abban az időben voltak drogok, azokat így kipróbálgattuk, tehát a speed, ecstasy, angyalpor, és akkor LSD, tehát így minden, és így a speednél meg az ecstasy, tehát így a diszkó drogoknál, amikor először fogyasztottam, akkor életemben akkor éreztem magam így teljesnek, így nem voltak már lelki fájdalmaim, a gátlásaim, azok szabadabbak lettek, sokkal magabiztosabb voltam, és így a barátaimmal, akikre úgy néztem, mint a testvéreim lennének, és így teljesnek éreztem az életem, és így onnantól kezdve igazából abból állt
a napjaink, hát nyilván először így a hétvégéken anyagoztunk diszkóba, aztán már találtunk rá módot szerdán, és akkor így eljöttek azok a napok, amikor már így minden egyes nap, de nem éreztem azt, hogy mondjuk ez függőség, csak így jól éreztem magam a barátaimmal. Tehát akkor még úgy gondoltad, hogy ezt tudod kontrollálni? Persze. De viszont elindult egy rossz folyamat, mert hogy elkezdtünk eleinte ilyen apróbb bűncselekményeket csinálni, hogy pénzt tudjunk szerezni. Tehát ilyen piti bolti lopás, aztán bicikli lopás, és akkor így megismertünk egyre több dílert, egyre több embert, és akkor ez így átfordult egy ilyen olyan szintű pénzszerzés, így a drog miatt, amikor már ilyen megrendelések voltak, hogy hát nekem ez kéne, nekem az kéne, mint egy kocsi feltörés, autós, meg hasonló pince feltörés. És hát ez odáig vezetett, hogy egyre több és egyre nagyobb ilyen lopásokat vállaltunk be, és 17 évesen fiatalkorok börtönébe kerültem. Akkor tudatosult bennem, hogy igazából oda vagyok való a börtönben, mert a srácok ugyanolyanok voltak, fiatalok, drogosak, tehát hogy bennük is ugyanez ez a vágy volt, mint bennem, és akkor az így mélyen érintett, meg így a tiszta tudattal a börtönben, hogy hát sajnos jó helyen vagyok, de ott ki tudtam játszani igazából a kiskapukat, mert abban az időben tehát elég volt azt mondani mondjuk a börtönorvosnak, hogy én függő vagyok, ő megkérdezte, hogy milyen gyógyszert szedtem ki, és hát ugye a büntetésem alatt igazából én végig így gyógyszereztem. Azért nem éreztem, hogy rászoktam a gyógyszerekre, mert el voltam vele látva. Tehát kaptam reggel, délbe, este, nem volt belőle hiány, és így részese voltam én is verekedéseknek, de úgy ez lelkileg nem viselt meg akkor, és pont azért, mert hogy egész gyerekkoromban ezt láttam otthon a verekedés, hogyha a vér van a földön, tehát hogy ez annyira nem viselt meg. Jó felé nem terelt a büntetés, abban biztos vagyok, mert abban az időben nem volt semmi olyan foglalkozás, ami mondjuk afelé vezetett volna, hogyha kimegyek az életbe, akkor majd hogyan tovább. Tehát ez így letelt a büntetésem, és egy sokkal rosszabb emberként szabadultam akkor a fiatalkoraktól. És az édesanyád ezt hogy viselte? Az édesanyám az ját látogatni, ő megtört ebbe, szerintem addigra már a kapcsolatában is, meg bennem is, hogy hova vezetett az utam, ját látogatni, néha küldött csomagot. De amikor kijöttem igazából, tehát ugyanott folytatódott minden, csak annyiból, hogy nyíltak előttem rossz kapuk, mert most már azt látták mind a haverém, mind a dílerek, mind az orgazdák, hogy itt az a gyerekben, akár itt a börtönben nem dobott föl senkit, van már tapasztalat, és akkor lett komolyabb párkapcsolatom egy anyagos lányjal, de igazából tehát ott is inkább az anyag tartott össze minket, és hogy az életem az ugyanúgy volt, és azt vettem észre, hogy megint a rendőrség ügyek, csak most már voltak olyan kapcsolataim, hogy kihoztak ügyvéddel előzetesből, de az ügyeim ugyanúgy megmaradtak. És tehát hogy ezt így folyamatosan így ott volt mögöttem az az érzés, hogy ebből én nem tudok kiszállni. Úgy kezdtem el onnantól kezdve a drogot is használni, hogy minden problémára azt használtam, holott a fő probléma magában az anyagozás volt, az életvitelem. És milyen szereket használtál akkor? Hát akkor már kipróbáltam a heroint is, és tehát nekem nagyon nagy szerencsém volt abban, hogy úgy nem fügtem rá a heroinre, és pontosan azért, mert hogy hát én a pörgetős szereket szerettem, úgymond, a kokain volt a csúcs, de nyilván így a speed, az ecstasy, ezekkel voltam ebben. És eljött az a pillanat, amit nem gondoltam volna, hogy elkezdtem inni. És tehát azonnal arabja lettem az alkoholnak, onnantól kezdve mindennapossá vált, és elkezdtem dohányozni, és így azt vettem észre, hogy ugyanolyan vagyok, mint a szülők. És ezeket akkor tudtam legjobban lemérni, amikor én bekerültem ilyen egy-két hónapra valahova előzetesbe, és amikor kijöttem, én már azt láttam a srácokon, hogy egyre rosszabb irányba mennek, ugye, akikkel együtt nőttem fel, tényleg, akikkel mindennel osztoztam. És én rajtuk ugye ezt le tudtam mérni, hogy hová vezet a drog. Magamon meg mindig azt gondoltam, nekem mindig volt egy ilyen kis pihenés így
börtönbe, hogy talán én nem annyira esek szét, mint ők. De viszont már én is észrevettem magam, szóval amikor bekerültem itt 72 órára, akkor már így olyan elvonási tünetek jöttek, hogy nem csak pszichés, hanem fizikai is. És akkor én is éreztem, hogy már óriási gond van, de a kiszállást nem éreztem belőle soha, hogy lehetséges, hogy lesz. Mindig tényleg az volt a fejem, hogy egyszer lesz sok pénzem, és akkor én mindent így talán abba hagyok. És hát az életem az akkor változott meg egy kicsit, amikor ugye ez a sok-sok ügy így összeadódott, és elkaptak újra, megint börtönbe vittek, de akkor már így összeadódott így az összes ügyem. 7 év, 2 hónap adódott így össze, de abból lett ilyen összbüntetés, kedvezmény, hasonló. Igazából még 3 évet töltöttem Benzsinórba börtönbe, és hát addig így elvesztettem mindenkit, aki fontos volt. Volt egy menyasszonyom, ő ott hagyott egy év után, az édesanyám az már így nem jött látogatni, nem kaptam csomagot, nem kaptam levelet, hát a barátaimról meg hát tőlük egy képes lapot se, tehát semmi. Tehát úgy kerültél be a börtönbe, hogy nem volt senki támaszod? Nem, hanem amikor bekerültem, még úgy éreztem, hogy van, de bent meg rájöttem, hogy nincs, mert hogy tényleg hát így egyedül maradtam. Benne börtönben elvégeztem egy szakmát, ilyen OK-s könyves képzést, mellette ételosztó, ilyen kajosztó voltam, konyhás, amivel nagyon nagy szerencsém volt, mert igazából a legjobb munka benne a börtönben, mert egy az, hogy a kajához hozzáférek, kettő tudtam üzletelni a kajával, és tökölöm voltam a nagykorú börtönben, ott az így gyógyszerek azok jelen vannak a kórház miatt. Hát ahhoz hozzáfértem, így üzletelve, de viszont hát abban az időben a legkorruptabb börtön volt Magyarországon. Később forgattak is ilyen filmet, újságokban volt. Tehát, hogy ott már mindennapos volt a drog használata benne a börtönben. És amikor kijöttem, akkor így próbáltam magamon így változtatni, de hát a drogon nem. Ugyanúgy első nap, 3 év után az volt az első, hogy anyagozzak, amit kaptam a börtönből, pénzt, azt igazából a szabadulási pénzt, azt elanyagoztam. És szerencsém lett úgymond, mert elég hamar megismertem egy lányt, aki később a feleségem lett, egy ilyen nagyon-nagyon jó anyagi körülmények közé kerültem egy gazdag családba. Megváltozott az életem abból a szempontból, hogy lett munkám, rendes hivatalos munkahelyem lett akkor először életemben. Abba a stádiumba kerültél, amire mindig is vágytál, hogy egyszer legyen sok pénzed, és akkor megváltozik minden? Pontosan, és hogy tehát így boldognak éreztem magam, de mégse volt az elég. Tehát, hogy legbelül mindig volt egy hiány. És hát úgy elkezdtem úgy anyagozni, hogy a feleségem ne tudjon róla, tehát hogy aztán lebuktam bele, és akkor tényleg ilyen nagyon ritkán, de viszont felváltotta egy másik függőség az anyagozás, ugyanúgy ittam, tehát ilyen próbáltam úgynevezett szociális hívó lenni, hogy dolgoztam, hazaértem, otthon megittem 4-5 sört, egy üveg bort, és utána az egyre több lett, hétvégén meg még többet ittam, elkezdtem szerencsejátékozni így otthonról, mert hogy így már nem jártam kocsmákba, tehát hogy kerültem ezeket a helyeket, kerültem a bűnözőket, kerültem a dílereket, és akkor otthonról online pókereztem, fogadásokat csináltam, tipmixeztem, és észrevettem amúgy, hogy a szerencsejáték függőség az hasonlóan hat, mint a drog, mármint a leépülése, mert ugyanúgy hazudni kellett érte, ugyanúgy becsaptam embereket érte, ugyanúgy, ha nem tudtam játszani, akkor feszült voltam, tehát hogy személyiségem nagyon hamar átváltozott, így a designer drogoktól eljutottunk odáig, hogy válás lesz a vége, és akkor összeomlott bennem minden, mert tehát tudtam, hogy azt az életet, amit éltem, azt én már nem kapom vissza, mert nem is én teremtettem meg, hanem a feleségem, az anyagi részét. Igazából még az anyagi körülményeim úgymond elsőre jók maradtak, mert maradt rám egy panellakás teljesen berendezve, valamennyi pénzem is volt még, de belemenekültem egy olyan önsajnálatba, hogy így otthon bezárkóztam 7 hónapig. Tehát, hogy csak annyira mentem ki otthonról, már nem dolgoztam, hogy
le a boltba, alkoholért, házhoz rendeltem a drogot, és akkor így szépen lassan azt vettem észre, hogy üres a lakás, tehát már adtam mindent, és 7 hónapig ott éltem, bent drogoztam, és nem mentem sehova. Lezillesztettem magam, és az utolsó pont az volt, hogy eladtam a lakást már ilyen áron alul, és akkor ilyen szállodában laktam, nagyon hamar elment a pénz, ugyanúgy a szerencsejáték, drog, minden, és már emberek nem voltak körülöttem, tehát hogy nem is igényeltem, hogy emberek legyenek körülöttem, és ez a dizájnerektől volt, hogy ilyen antiszociálissá váltam, hajléktalanként szó szerint, és így, tehát onnantól kezdve vált egy olyan élet a hajléktalanság, hogy ilyen menekülés volt a valóságból. Próbáltam öngyilkos lenni, az nem sikerült, így fölvagdostam a kezeim, nagyon sokszor ilyen 10 méteres tetején voltam, így beállva azt vártam, hogy egyszer, hogy legyen annyi erőm, hogy leugorjak, az így nem jött össze. Hát 3 évig úgy éltem az utcán, hogy ilyen lépcsőházakban aludtam fenn a 10-en, ahol van a liftház, ilyen romos épületekben, ilyen foglalt házban, drogtanyákon, ilyeneken éltem 3 évig. És hogy így egyre jobban leépültem, 50-valahány kiló voltam teljesen, tehát egy ilyen nagy szakáll, hosszú haj, hát az a hajléktalan, akit így elkerülünk az utcán. Tehát annyira roncsolódott mind a szervezetem, mind mentálisan annyira rosszul voltam már, hogy egyszer elvitettek a rendőrök a zárt osztályra. Akkor is úgy, hogy tehát voltak ilyen halucinációim, hogy keresnek a rendőrök, és így hajnal 2, akkor megfogtam magam és bementem a rendőrségre, hogy itt vagyok, nem kell keresni, és itt így mondták, hogy nem keresnek, de látták, hogy halucinálok, össze-vissza beszélek, elvitettek az zárt osztályra. Akkor voltam először ilyen pszichiátrián, és tehát ott is ilyen téveszmény voltak, amikor bezártak oda 1-2 hétre, hogy én csak azért vagyok itt, mert hogy a véremet akarják, hogy ugye vettek vért, ilyenek, és hogy akkor ha jó a vérem, akkor majd itt fognak örökre tartani, meg ilyen hasonlók. És tehát ott a gyógyszerekkel rendbe raktak abba az 1-2 hétbe, egy kicsit így kitisztult a tudatom, hogy kiengedtek, adtak egy pár ilyen receptet, gyógyszereket, hogy ezt kell szedni. Igazából nem érdekelt, mert kijöttem, kidobtam a kukába ezeket a recepteket, mert ezeket a gyógyszereket amúgy is meg tudtam volna magamnak szerezni, és ugyanúgy elkezdtem inni, drogozni, és 1 hét alatt így még rosszabb helyzetbe kerültem, ugyanúgy jöttek ilyen halucinációk, ilyen hangokat hallottam a fejembe, ilyen képeket láttam, ilyen téveszmém lettek, és így fogtam magam. Addigra így felvilágosítottak az ártasztalmi, van rá lehetőség 1 évben 2-szer, hogyha az ember saját magától bemegy, akkor felveszik, és bementem, felvettek azonnal, de viszont addigra, tehát hogy tényleg annyira úgy működött a szervezetem, hogy a gyógyszert nem bontottam már le a szervezetem, tehát hogy annyira le voltam gyengülve, hogy injekcióba kellett adják a gyógyszereket, és megmondták, hogy igazából, hogyha nem mentem volna be az ártasztályra, akkor 1-2 napon belül tudja, hogy megállt volna a szervezetem, leállt volna a szervezetem, biztos halál. Akkor tudatosult először így bennem, hogy tényleg így az életemben játszok már teljesen. 5 hétig voltam benne, ott egész jól úgy rendbe raktak, tényleg így kitisztultam a drogoktól, az alkoholtól, de gyógyszereztek. És 5 hét után így az volt bennem, amikor kiengedtek, hogy hát én ezt tudom irányítani. Megint újra, amit soha se tudtam, és tehát ugyanaz, megint 1 hét alatt így teljesen szétvágtam magam, és akkor mentem újra, szokásos kör, mentem, hogy felvegyenek megint, és akkor mondták, hogy nem, ők nem tudnak segíteni rajtam. Gyakorlatilag így kizártak az ártosztályra, így rám csukták a nagy ajtót, ott álltam így a nagy ajtó előtt, és így felfogtam azt, hogy Úristen, hogy tehát, hogy még ide se vagyok jó gyakorlatilag, oda nem engednek be, oda nem vagyok alkalmas, ahová bezárják az embereket, ahol tényleg vannak bolondok, ahol elmebetegek, és én még arra se vagyok jó. És így összeomlott, tényleg így lepergett egy az életem, kijött egy hölgy, egy szocmunkás, és adott egy címet, egy ilyen kis papíron, hogy őket keressem fel, ők majd segítenek. És így
Hát így nem tudom, hogy miért. Szerintem már ilyen kétségbeesésben, hogy nincs más lehetőség, de felkerestem őket. Mert gyakorlatilag magamért én már előtte semmit se tettem. És akkor felkerestem Székesfehérváron az egészségdokot. Akkor bementem, így elsőre így ledöbbentem, mert egy srác ott dolgozott, aki akkor már 5 éve tiszta volt, ismertem egy fiatalkoromból, együtt anyagoztunk, szintén ő is börtön, hajléktalanság, tök ugyanaz az út, mint az enyém, és akkor ő 5 éve józan volt, így jó volt ránézni, látszott az arcán, meg minden, és elképzelhetetlen volt, hogy ő meg tudott változni, akkor az adott bennem egy erőt, hogy akkor talán én is. És Norbi, ez milyen érzés volt, hogy segítséget kértél és kaptál is? Megdöbbentő volt, mert hát tényleg főleg abban az utolsó 3 évben én úgy értem, hogy az embereknek egy jó szava nem volt hozzám. Martonvásáron kiért értem a sofőrt, és megdöbbentő volt, mert odajött és átölelt, úgy köszönt egy vadidegen ember, és így megfogta a kis szatyromat, berakta a kocsiba, és levitt autóval Ráckeresztúrra. Hát ott számítottam mindenre, azt, hogy olyan lesz, mint a börtön, hogy hát ott van 30 drogos rác, mind ilyen rossz életű, megint verekedni kell, majd megint bizonyítani kell, hasonlók. És így a legnagyobb megdöbbenésem az volt, hogy egyesével jöttek oda a srácok, átöleltek, bekísértek, adtak nekem tiszta ruhát, elvitték a ruháimat mosni, kaját adtak, hogy ilyen mindenki szeretettel fordult felém, és így, hát akkor elsírtam volna magam legszívesebben, mert hát az utolsó 3 évben engem nem ölelt meg senki, és itt vadidegenek odajöttek átölelni, meg segíteni. Az első éjszaka az még úgy elment, mert hogy akkor még így volt bennem drog, alkohol, gyógyszer. A második nap már így kezdett nagyon rossz lenni. Ugye, hogy tehát gyógyszer nélkül szárazon kell lenni az elvonásukból, Ráckeresztúron. És szenvedés volt. Az első 2 hét az életem legrosszabb élménye volt. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen 5 percenként este így egyszer fáztam, melegem volt, nem bírtam aludni, ilyen 1-1 órákat aludtam, nem volt étvágyam, nem tudtam, így a mozgás koordinációm rossz volt, mentem a folyosón és egy falakat kellett fognom, hogy ne essek össze, és így hát nagyon rossz volt, az segített a társaim, akik ott voltak, és mondták, hogy ezen átmentek ők is, tudják, hogy mennyire rossz, de jó lesz. Tehát az a szeretet, amivel felém fordultak, az pont feltöltött arra a 2 hétre, hogy ezt kibírjam. Meg igazából az is dolgozott bennem, hogy nem nagyon lett volna hova menni. Tehát, hogy is ott hagyom az egészet, hogy hova. És tehát 2 hét után már így volt már egy-egy jobb napom, úgymond. És amikor ott voltam benne, akkor így elkezdett érdekelni, hogy megy itt a gyógyulás, hogy miről szól a gyógyulás. Nekem a fejemben az nem fér bele, hogy van az, hogy valahogy előre megmondják azt, hogy neked te itt leszel 10 hónapot, te 1 évet, te másfél évet. Hogy tudják ezt, hogy az alatt meggyógyul az ember? Tehát, hogy ez így felfoghatatlan volt számomra, meg hogy fogok én attól meggyógyulni, hogy ott a reggeli találkozom, vagy esti találkozom, magamról beszélek, hogy az miért lesz jó. De aztán így elcsíptem olyan dolgokat, amikor jöttek ilyen nagyon régi lakók vissza bizonyságot tenni, vagy beszéltek magukról, és nekik már rendben volt az életük, 5-10 éve józanok voltak, gyerekkel, feleséggel, hasonló, karrierrel. Ezek mind adtak egy támpontot, hogy igenis, hogy van egy ilyen kiút, és hát így elkezdtem én is magamon dolgozni, mind a mentorommal, mind a közösséggel, elkezdtük tényleg ilyen múltfeltárás, hogy mik voltak így a múltamban, mi volt a probléma gyerekkorban, mik azok a lelki fájdalmak, amik a mai napig nem, vagy addig a napig nem jöttek elő. És tényleg segített ez a beszéltetés, hogy magamról beszéltem, nyíltan a múltamról. Tehát mielőtt a világgal kapcsolatba kerültél volna újra önmagaddal. Igen. Kellett kapcsolatot kiépíteni. Így van, és megtértem, és amikor én megtértem, akkor tehát nálam tipikusan eljött a megtérésnél az a része így mind a feléplésében, mind az életemben, hogy ott az ó ember, ahogy megszűnt, ott nálam egy új ember született.
és 15 hónapot voltam ott Ráckeresztúron. Olyan készségeket kellett ott megtanulnom, olyan kompetenciákat, amit más gyerekek már ugye a családban megkapnak, akár 10 éves korukban már, vagy tinédzserként mindenképp. Én azokat ott tanultam meg. Mikre gondolsz? Konfliktuskezelést, vagy segítségkérés, segítségnyújtás kompetenciája, vagy például ami nekem a mai napig nagyon sokat segít, az objektív önreflexió, hogy úgy tudjak magamra nézni egy helyzetbe, hogy tudatosan irányítsak, ne az érzelmeim vigyenek el, és lehetőségem nyílt Budapestre felköltözni a Válaszút misszióba, támogatott lakhatásba, elhelyezkedtem építőiparba, jártam önsegítő csoportokba, ugyanúgy konzultáltam szakemberekkel, elkezdtem egy pszichológussal is, egy nagyon-nagyon mélyen lelki dolgokról, szintén ilyen múltfeltárásszerű, meg a jelenről, ami nagyon sokat, több mint egy évig járt volna, nagyon-nagyon sokat segített. És hát így rájöttem az életem, hogy így elkezdett teljes lenni, mert lett munkahelyem, és hogy, tehát, hogy amit megtanultam, tényleg a terápián tanultam meg akár a pontosság fogalmát. Hogy onnantól kezdve úgy jártam a munkahelyemre, hogy én inkább ott voltam előbb, mint hogy azt kockáztassam, hogy később érek oda, vagy hogy megbízható legyek. És ezeket így elkezdtem használni az életemben, amit megtanultam a terápián. És így a munkahelyen így elfogadták a múltamat is, sőt pozitív oldalát nézték, tehát látták bennem azt a bizonyítási vágyat, hogy igenis én megmutatom azt, hogy egy felépülő, egy volt drogos is képes annyira, mint bárki más. Elkezdtem ilyen önkéntes munkákat vállalni, és hát ott teljesedett ki szerintem így legjobban a személyiségem is, az életem is, hogy én is úgy kaptam segítséget, hogy önzetlenül kaptam azt a segítséget, amivel megmentették az életemet, és én is szeretek így másoknak segíteni, ezért szoktam önkénteskedni a Válaszút misszióba, vagy vissza szoktam járni a rehabra önkénteskedni, tehát hogy elég sok helyre. A gyülekezetben megismertem a mennyasszonyomat, jelenleg együtt élünk albérletben itt Budapesten. A mennyasszonyom is szintén felépülő. Eleinte én tehát, hogy kizártnak tartottam, hogy egy felépülő lányjal legyen kapcsolatom, de mivel ő is ilyen kegyelmi keresztény, mint én, ő is így megtért az első rehabján. És tehát, hogy inkább azt mondom, hogy minket nem a felépülésünk hozott össze, hanem a hitünk. Kimondhatom azt, hogy igenis van gyógyulás a függőségből, mert sokan azt mondják, hogy a függőség egy örökké való betegség, amivel kell foglalkozni. Én ebbe is hiszek, de én az én életemben jobban hiszek abba, hogy az önismeret az ugyanúgy örökké fog tartani az én életemben, de attól még gyógyultnak mondhatom magamat. Tehát, hogy nálam nem a függőség tart örökké, hanem az önismeret.